Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok a következő esztendőre. Megtudhatjuk, milyenek a bakjegyű emberek. Kiderül az is, hogy milyen babonák népszokások kötődnek az évezen időszakához. Szépségápolási tanácsokat is kapunk, és a gyermekeink hallásáról is fogunk beszélgetni. Tartsanak velem! Új évet kezdtünk. Mindenki kíváncsi arra ilyenkor, hogy vajon mit tartogat számára az elkövetkezendő 12 hónap, mit ígérnek a csillagok, mit hoz a kártya, mit mond a kávézac és más egyéb jóslási módszerek. Nos, mi a csillagokat fejtegettük, de ne felejtsük el, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Tehát így hallgassák a következő évi jövendőlést. Kos. Ez az év számtalan nem várt fordulattal tereli majd önt egy olyan irányba, ami ugyan nem szerepelt a tervei között, de mégis sok jót kellemes időszakot tartogat önnek. A szerencsére ne alapozzon, az idén is meg kell dolgoznia mindenért. A magánéletben a nosztalgikus hangulat lesz a jellemző, egy régi szerelem emléke mindig felvillan és nem engedi nyugodni. Az emésztő rendszere lesz a leggyengébb pontja ebben az évben. Bika. Általánosan jellemző lesz erre az évre a nagy lendület és a csendes alábbhagyás. Megszoktuk, hogy nagy lendületet tud venni, lelkesedik, majd másfelé irányul. Ebben az évben ez a fordulat sokkal lassabb lesz, mivel a körülmények nyomása alatt nem teheti meg, hogy az öntől megszokott módon kiforduljon a szituációkból. A munkájában a siker kitartást kívánna, amire most nagyobb az esélye. A magánéletben jönnek-mennek barátok, lehetőségek, nem az idén fogja megtalálni a nagy őt. Vigyázzon a csontjaira, ízületeire, nem mindig kíméletes velük. Ikrek. Végre mer a változtatásokra gondolni, és van bátorsága, még ha lassan is, de lépéseket tenni ez irányba. Ez nagyon felbátorítja, főleg azért, mert a változások a legjobbat hozzák ki önből. A munkában elég jól alakul minden, még akkor is, ha néha botladozik. A szerelemben új szelek fújnak majd az év második felében. A régi kapcsolatának hibáit és visszahúzó erejét nagyon hirtelen veszi majd észre. A gyomrát nem nagyon kíméli, pedig jobb lenne figyelni rá, hiszen meggyűlhet a baja a túlzott savtermelődéssel. Rák. Hinnie kell, hogy érdemes erőt befektetni az álmai megvalósításába. Ha olykor kudarcok is érik, mégis érdemes célokat kitűzni, és nem csupán sodródni, hanem kézbe venni a dolgait, és tudatosan haladni a célok felé. A munkában sok apró lépéssel kerülhet egy jobb pozícióba. A szerelemben a stabilitásra törekszik, viszont minél jobban és görcsösebben akarja ezt elérni, annál több vita veszekedés következik. A dohányzó rákoknak el kellene gondolkodnia, hogy felhagy ezen szokásával. Egyébként is a légúti rendszerével lesz az idén a legtöbb baja. Oroszlán. Kitartó és lojális munkája az idén meghozza a régen várt eredményeket. Bár sok lesz az irigye, ez önt eddig sem zavarta. A munka teljesen ki is tölti ezt az évet, hiszen időről időre újabb kihívásokat kap, amire képtelen nemet mondani. A magánéletben kisebb tányércsörgéseken kívül nagy változás nem várható, így teljes mértékben meg lesz az a háttér, amit a nyugodt munkavégzéshez elvár. Az élvezeti cikkek fogyasztásával legyen óvatos a gyomor, és nyombélfekély esélyes. Szűz. Hirtelen döbben rá összefüggésekre, amik eddig is az orra előtt voltak, de valahogy pont emiatt nem volt egyértelmű. A munkában jönnek változások, talán úgy fogja érezni, hogy egy kicsit háttérbe szorul az új kollégák, elveszik a többiek figyelmét önről. A szerelem nem fog nagy változásokat hozni, minden a kialakult rendben folyik. A keringés és a vér lesz a fő irány az egészsége terén. Vigyázzon a vér összetevőire, cukor, koleszterin, de érdemes érvizsgálatra is mennie, és a vérnyomásával is előfordulhatnak problémák. Mérleg. Sok olyan kérdés jön majd szembe, amiket eddig igyekezett kikerülni, elodázni. Nem is érti majd, hogy amikkel szemben nagyon ügyesen lavírozott, most miért nem sikerül már. A munkában is muszáj változtatni a hozzáállásán. Nincs más választása, nem kerülhető ki, hogy a megszokott mederből kilépjen. A magánéletben nagyon magabiztos, de itt is meglepetések érhetik, és a váratlan fordulatokra nem tud majd jól reagálni. A gyomor emésztőrendszere eléggé tiltakozni fog ebben az évben, és a stressz még nehezítő körülményként jön a képbe. Skorpió. Itt az ideje a stabilitás fixálásának. Régi tervei valósulnak meg. Olyan is, amit maga sem fog elhinni egy jó ideig. A szokásosnál is többet lesz úton, vagy sokkal változatosabb lesz a munkája.
Végre eléri azt a jövedelmet, amire mindig is vágyott az elmúlt évek során, és ez elég is lesz stabilizálni a dolgait. A magánéletben lesznek eleinte döcögések, de ön mindig kész a kompromisszumra, és ad még egy lehetőséget. A sok stressz és kialvatlanság nem jó irány. Változtasson, mielőtt még komolyabb gondok jönnének. Nyilas. Itt lesz az ideje, hogy meghúzzon vonalakat. Különben nagyon nehéz helyzetbe hozza magát. Kiemelten fontos lesz, hogy értékelje, ki az, aki ott van ön mellett, és minden helyzetben számíthat rá. Ha nem akarja elveszíteni, másképpen kell értékelje. A munkában vannak apró változások, de minden rendben halad. A magánéletben észre kell vennie, ki az, aki csak játszik, ígérget, és ki az, aki nagyon sok lépést is hajlandó megtenni önért. Bak. Új kihívások, nagy tervek várják. Igaz, eleinte nem értékeli ezeket, mert úgy gondolja, ezek csak apró lángok lesznek, és a kakas szó ugye nem hallatszik az égig. A munkában végül mindenképpen el kell fogadni a lehetőségeket, nem tud kitérni, sehogyan sem. A szerelemben lehetőségek lesznek ugyan, de nem érdemes kockáztatni, ha egyébként kapcsolatban él. Aki egyedülálló, ne várja a nagy megoldást ettől az évtől. A vese lesz az a terület, amire jobban kell majd figyelnie az idén. Vízöntő. Minden csoda 3 napig tart, tehát meg kell várni azt az 1 hetet, és minden a megfelelő kerékvágásba kerül vissza. Önt is meglepik, hogy milyen események pottyannak az ölébe. A magánéletben régóta vágyott dolgok történnek meg önnel. A munka hozza mindazt, amit addig annyira szeretett volna. A légúti fertőzések, amiktől félnie kell az idén. Halak. Nem minden az, aminek látszik. Néha könnyen elhisszük, ami kényelmes és a céljainkat szolgálja. Ön általában gyanakvó, most érdemes lenne, hogy figyeljen a belső hangra és engedje a fenntartásait elhatalmasodni. A munka mindent megad, ami biztosítja az anyagi stabilitást, és ráadásul még élvezi is. A szerelemben nem lesz sok sikere, ott nagyon meg kell majd küzdenie minden kis sikerért. A csontjai ízületei lesznek, amik problémákat okozhatnak az idén. Most figyeljenek azok, akik kíváncsiak arra, hogy milyenek a bakjegyű emberek, hiszen nem árt, hogyha tudjuk, hogyan kell őket kezelni. A bakról azt mondják, hogy pesszimista, szomorú, magának való. Nem így van. Először is van egy olyan fanyar humoruk, amit nagyon külön lehet értékelni. A bak törtető típus. Mindenért keményen meg kell dolgoznia, és ezt meg is teszi. Fölvállalja. Mindenért keményen meg is dolgozik. Fontos számára a karrier. De nem úgy, mint az oroszlánnak, hogy ki vagyok én, nem úgy, mint a kosnak, hogy addig törtet, még azt vesz észre, hogy ő az első. Nem. Úgyhogy ő neki az a létbiztosság. A jövőjét igyekszik a bak, az öregkorát, ha tetszik, ilyen módon biztosítani. Úgyhogy ha vezető, inkább háttérbe húzódó szürke eminenciásként jelenik meg. Dr. Pál István most elmeséli nekünk, hogy nagyanyáink, dédanyáink mikre figyeltek, milyen népszokásokat tartottak be, szabad volt-e dolgozni, vagy éppen nem, egyes napokon. Itt az év eleje, az év kezdése. Nyilván ehhez az időszakhoz is számtalan népszokás fűződik. Melyek a legjelentősebbek, illetve melyek a legritkábbak, amik már egy kicsit ilyen kihalófélben vannak? Az év első hónapja még mindig általában a mulatozásról, a pihenésről szól, hiszen mezőgazdasági munkákat ilyenkor még nem lehet végezni. A házkörüli teendők, a jószágok etetése a legfőbb tevékenységi formák, amelyek a parasztembereket ilyenkor foglalkoztatják. Ilyenkor a gazda a ősszel levágott, vagy nemrég levágott vesszőből fonja a kosarakat, amelyek majd a későbbi mezőgazdasági munkák során különböző tároló edényekként hasznosulnak. Ilyenkor vágja a nádat, ilyenkor gyűjti össze, hogy később az építkezései során hasznosíthatóak legyenek. Ilyenkor vágja ki azokat a fákat is, amelyeket majd később az építkezései meg különböző tevékenységeihez felhasznál. De nem csak a szorosan vett anyagi tevékenységekről van szó, hanem szellemi mulatozásokról, szellemi kincsnek a felelevenítéséről is szó van mostanság is, akár a régi időkben. Például
a legelső ilyen nagyobb ünnep, amely a Miklós nappal kezdődött, tehát december 6-ával, január 6-án véget érő ünnepi időszak. Ilyenkor vízkereszt napján csúcsosodik ki. Tehát ez a vízkereszt azért jelentős, mert három ünnep, három bibliai jelenség is kapcsolható hozzá. Egyrészt az, hogy ilyenkor keresztelte meg keresztelő Szent János Jézust a Jordán folyóban. Ilyenkor van a három királyok napja, akik fölkeresték Betlehembe egy csillagot követve a megszületett kis Jézust, és ajándékot vittek neki, meg ez a kánai menyegzőnek a napja, amikor a Jézus az első csodáját művelte, amikor a vízből a fogyatkozó bor helyett bort csinált. Tehát ez az az időszak, ez az a nap, ami az emberek emlékezetében általában Gáspár Menyhért Boldizsár napjaként ülepedett le. Ekkor szokták a katolikus papok végigjárni a híveiket, a települést, ekkor szokták megszentelni a házat, megszentelni a jószágokat, hogy azok egészségesek legyenek egész évben. Ekkor írják föl az ajtófélfára a GMB, tehát a Gáspár Menyhért Boldizsár neveknek a kezdőbetűit, meg az évszámot is, mert az első helyre írják például, hogy 20, a GMB után pedig azt, hogy 18, tehát 2018, tehát így jön ki. És ebből a gondolatból fakadóan a parasztasszonyok is gyertyával szokták füstölni a jószágaikat, és a gyertyafüsttel felszokták írni szintén, nem mindenütt természetesen, az ajtófélfára a GMB nevet, a Gáspár Menyhért Boldizsár nevet. Ekkor kezdődik az az időszak, ami a farsangnak az időszaka, a féktelen kicsapongásoknak az időszaka, a báloknak az időszaka, amely egyébként húshagyó keddig tartó időszakot jelöl. Akkorra a régi időben mindenképpen be kellett fejezni, manapság már könnyebben, rugalmasabban kezelik a farsang időpontját, sokszor még március második felében is tartanak farsangi bálokat. Egyébként a farsangi cselekményeket, a táncmulatságokat, a szabadosabb beszédet, illetve a viselkedést felekezet nélkül minden lelkész tiltotta, akár protestáns, akár, vagy elítélte, nem is tiltotta, inkább elítélte, akár katolikus papokról volt szó, hiszen ebben a keresztényi erkölcs lazulását vélte felfedezni. Egyébként is a táncok, a táncmulatságok mindig véleményük szerint az erkölcstelenebb életnek a megnyilvánulása, és ezt nem nagyon szívelték. De aki bővebben akar tudni a saját sorsáról, ebben az időszakban, január elején érdemes elmenni a jósokhoz, mondják a jósok, és ezért ekkor kell az embereknek arra gondolniuk, vagy megbizonyosodni arról, hogy milyen életük lesz abban az évben, milyen cselekmények fognak történni velük. Január 22-e Vince nap, ami azokon a vidékeken, ahol szőlőt termelnek, igen jelentős, mert ekkor szoktak kimenni a szőlős gazdák a szőlőikhez, a borházakba, a pincéikbe, összeszövetkeznek, megbeszélik, hogy ki mit visz enni, inni való, az bőven akad kint, de enni kolbászt, tepertőt, hurkát visznek, kenyeret visznek, elbeszélgetnek, megbeszélik, hogy milyen teendőik lesznek a szőlőben, levágnak egy szőlővesszőt, hazaviszik, beteszik egy vízzel telt edénybe, és megnézik, hogy kihajt-e, mert ha kihajt, akkor az azt jelenti, hogy nem fagyott le a szőlővesző, és jövő évre jó termés várható. Január 25-e még egy jelentős fordulónap, hiszen ez a párfordulásnak az ideje. Ekkor úgy tartották, hogy ekkor van a télnek a fele, ekkor telt el, a következő fél pál napján kezdődik, tehát ez is kapcsolódik a pál napjához, meg a egyes vélekedések szerint azok az elvetett magvak, amelyek eddig fejjel
feküdtek lefelé a földben, és a feneküket mutatták az ég felé, megfordulnak, és elkezdődik a csirázás, és majd később ezeknek a növényeknek a kihajtása. Mazák Katalintól szépségápolási tanácsokat kapunk, ahogy ezt eddig is megszokhatták. Milyen szépségápolással kedveskedünk a hölgyeknek? Igazából a kézről nem is nagyon sokat szoktunk beszélni. Azon kívül, hogy bekrémezgetjük, vagy elmegyünk manikűröshöz, milyen problémákra tudunk házi szereket? Ugye lehet nagyon kiszáradt a bőrünk, a bőrfelület. Általában egy zsírosodással kevésbé szokott probléma lenni, hiszen nagyon sok vegyszer éri, nagyon sokat áztatjuk mindenféle anyagban a kezünket, és ezáltal inkább igénybe vett és száraz szokott a kézbőrre lenni, tehát itt a táplálás, a hidratálás lesz az elsődleges feladat, illetve az idő előre haladtával, valamint napfénykáros hatásai kapcsán különféle pigmentációs problémák is felléphetnek, illetve háztartásban tevékenykedve is összehozhatunk egy-két sérülést, aminek kapcsán akár pigmentációs problémák is maradhatnak hátranyomként. És akkor mit tudunk ezekkel kezdeni otthon? A mai nap folyamán egy citromos, sütőporos halványító pakolást fogunk elkészíteni, illetve egy kézmasszázsal fogunk zárni. A sütőpor, hát ez érdekes. Mit fog vele csinálni? Egy picit a sütőport a citromlével felfuttatjuk, és ez egy nagyon jó fehérítő elegyet tud létrehozni. Egy pár percig hagyjuk a bőrön, mert azért aki kevésbé bírja a savas kémhatású dolgokat, akkor oda kell erre figyelni. Egy picit bedunsztoljuk, majd ezt követően bővízzel leöblítjük, és utána jöhet egy akár kézkrém, akár egy masszázs. Mikor észlelhetjük, tehát már az első kezelés is hoz látható hatást? Annyit fogunk észrevenni, hogy nyilván a citromot, hogyha magában is felrakjuk, egy kicsit világosabb utána közvetlenül a bőrünk, de hát ez még nem hoz olyan eredményt. Hetente ismételve egymás után több alkalommal tud egy picit halványítani. Nem azt mondom, hogy teljesen el tudja tüntetni a dolgokat, de egy kicsit homogénebb szín lesz a végeredmény. Mi az, amire figyelni kell? Arra, hogy semmilyen sérülés ne legyen a kezünk bőrén, ahol az anyagot alkalmazzuk, hiszen savakról beszélünk, és az marhat, csíphet, hogyha egy sérült bőrfelületre visszük fel az anyagot. Van-e, akiknek nem ajánljuk? Bármelyik összetevővel kapcsolatos allergia esetén természetesen nem ajánlott, illetve azt az összetevőt cseréljük ki esetleg valami hasonló dologra, amivel nincs problémánk, vagy pedig elhagyhatjuk a pakolásból azt az anyagot. A masszázsnál mivel érdemes masszírozni, ami esetleg segítheti a hatást, vagy hosszabbíthatja az átmenetileg elért eredményünket? Ha van időnk masszázsra, akkor természetesen, de nem szükséges masszírozni, tehát simán csak bele dolgozhatjuk a kézbőrébe ezt követően az olajat, és a felesleget leíthatjuk a kezünkről. Ott pedig szabadon választott ki, milyen ápolóanyagot szeret leginkább. Most jelenleg egy kókuszolajat választottam jojoba olajjal, és ahhoz egy pár csepp levendula olajat cseppentettem, aminek a nyugtató hatását fogjuk kihasználni. A megfázásos időszakban a gyerekeinket is, sőt őket még talán annál is jobban érinti a légúti fertőzések sokasága. Ezek sajnos a fülünkre is ráterjedhetnek. Hogy a gyerekeknek hogyan lehet megvizsgálni a hallását, milyen problémák rejtőzhetnek egy-egy hallás probléma mögött, erről beszélgetünk most dr. Bak Judittal. Gyermekkorban is előfordulhat, hogy nem hall rendesen a gyerekünk. Ez lehet időleges, vagy lehet sajnos maradandó is. Hogyan lehet megvizsgálni egy gyermeknek a hallását? Milyen vizsgálatokra kell felkészülnünk? Először is jó, hogyha mindenki tudja, hogy amikor megszületik egy kisbaba, akkor az új szülött osztályon egy szűrőbera vizsgálatnak vetik alá, tehát megnézik, hogy épp-e a hallása. A kérgi hullámokat vezetik el, hogyha ott bármi gond felmerül, kiszűrik a kisbabát, vagy koraszülött,
vagy egyáltalán bármilyen problémával születik, akkor automatikusan filorgégészetre kerül, és mi megcsináljuk a megfelelő vizsgálatokat. Ha nem szólnak, akkor természetesen rendben van a hallása, és hát minden anya látja, hogy hogyan fejlődik a gyereke, figyele a zajokra, hogyha leesik valami, akkor megrettene, megrezzene, megijed-e, hogyha a háta mögött valamilyen zajt keltenek, figyele rá, odafordul-e. Ezeket az apró dolgokat meg lehet vizsgálni minden kisbabánál, és ahogy fejlődik, ha jó a hallása, akkor a beszéde is szépen fog fejlődni, először csak gőgicsél, aztán szavakat mond, és aztán mondatokká fűzi össze. Van egy olyan időszak, a 2 éves kor, ami igazándiból egy ilyen holtpont. A gyerekek nagy többsége már elkezd egyértelműen beszélni 2 évesen, de vannak lustábbak, akik még lustácskák, kiszolgálják őket, nem kell feltétlenül beszélni, mert anya mindent megcsinál helyettük, és hát nyilvánvalóan még szavakat mondanak, de mondjuk nem fűzik mondatokká. Ez nem baj, 3 éves korig ezzel nincsen semmi probléma. Ha 3 éves korig egyáltalán nem kezd a gyerek szavakat mondani, nem figyel a zajokra, nyilvánvalóan anya ezt látja, tehát hozzák a gyerekeket akkor is, hogyha volt ez a beraszűrő vizsgálat, hiszen bármilyen vírusfertőzés, betegség, vannak antibiotikumok, amik esetleg ototoxikusak lehetnek, károsítatták a hallását, és ha egy anya figyel a gyerekére, akkor ez feltűnik és hozza a gyereket. Természetesen van, akinek krónikus középfülgyulladása van, és attól romolhat a hallása, az már egy teljesen más fejezet, azt is fülorgégésznek kell kezelni, és természetesen visszafordítható dolgok is vannak, hiszen akinek nagyobb az orrmandulája, és ettől nem működik a fülkürtje, tartós fülkürtúrútja van, és ettől romlik a hallása, az egy abszolút visszafordítható folyamat magával az orrmandulának az eltávolításával. Hogyha már nagyobb a gyermekünk, és akkor panaszkodik fülfájásra, vagy panaszkodik, hogy nem hall rendesen, akkor milyen vizsgálatokat tudnak elvégezni? Az első és legfontosabb, hogy egy fülorgégészeti vizsgálaton vegyen részt, egy alapvizsgálaton, mert ki kell zárni azt például, hogy van-e egy középfülgyulladása, mert nyilván annak megfelelően kell kezelni. Hogyha nincsen éppen gyulladás a szervezetében, illetve a fülében, akkor pedig egy szubjektív hallásvizsgálatot csinálunk, hogyha a gyerek elég nagy ahhoz, hogy válaszoljon. Általában 3-4 éves kor körül már elég ügyesen válaszolgatnak meghatározott kérdésekre. Ez is egy információ, hogy mondjuk 20 vagy 30 decibelen válaszol a kérdésekre a gyerek. Az ennél nagyobb gyerekek már nyugodtan felveszik a fülhallgatót, a sípoló hangnál szólnak, hogy igen, most a jobb fülemben hallom, most a bal fülemben hallom, de ez még csak egy szubjektív hallásvizsgálat. A küszöböt próbáljuk felvenni, hogy mi az a hallásküszöb, amit ő teljesíteni tud. Természetesen itt kisgyerekkorban vannak mérési hibák. Vannak objektív hallásvizsgálatok, amivel pontosan meg tudjuk mondani, hogy bizonyos részei a közép, illetve a belső fülnek működnek-e. Ilyen például a timpanometria, ami a nyomás viszonyokat vizsgálja a középfülben. Tehát mondjuk van-e valakinek fülkürtúrútja, van-e folyadék a középfülében, ez csak egy kis dugó, egy kis sziszegés, furcsa hang, és gyakorlatilag készen is van a vizsgálat, nem fájdalmas egyáltalán. Ez a középfület vizsgálja, illetve annak a nyomás viszonyait, de van például emisszióvizsgálat, tehát ha van egy kisbaba, aki úgy veszi észre az anyuka, hogy nem igazán figyel a zajokra, a hangokra, vagy csak az egyik oldalon figyel, akkor megcsináljuk ezt az emissziós vizsgálatot, amikor alszik a baba, bedugjuk a dugót a fülébe, és a belső fülnek a külső szőrsejtjeit vizsgáljuk, tehát azoknak a működését, mert ha azok működnek, akkor nagy valószínűséggel a belső fül rendesen működik, tehát erről kaphatunk információt. Van egy még speciálisabb vizsgálat, abban az esetben, hogyha valami miatt mondjuk az idegrendszer érése még nem tartott koraszülött volt a baba, nem sikerül ez a vizsgálat, nem kell elkeseredni, mert van egy BERA nevezetű vizsgálat, ami az agyi hullámokat vezeti el, tehát egy teljesen egyértelmű, objektív képet kapunk arról, hogy van hallása a gyereknek, vagy nincsen, és annak megfelelően lépünk tovább. Mennyire károsítja már a nagyobb gyerekeket, gondolok itt a felső tagozat, már divat ugye a fülünkben hordani a fülhallgatót, hogy ez árt-e egyáltalán a hallásnak? Maga, hogy füldugó van a fülében, önmagában nem. De az az intenzitás, amivel a gyerekek hallgatják a zenét, az igen. És mivel teljesen bedugják a dobhártyájukhoz, olyan intenzitása, hát kihallatszik a zene a fülhallgatón keresztül a külvilág felé, túl sok.
és hosszú távon biztos, hogy halláskárosodást vezet. Tehát néhány évig, ha tud zenét hallgatni 80 decibel környéki intenzitással, biztos, hogy hosszú távon károsodást csinál. A fülpiszkálónak a használata okozhat-e gondokat? Okozhat. Igazándiból a fülpiszkáló, bár ez a neve, nem arra való, hogy belenyúljunk a hallójáradba, ugyanis a fülnek van egy öntisztuló mechanizmusa. Szépen kisodorja a keletkező fülzsírt, és ami kicsorog, azt kell ezzel a fülpiszkálóval csak kitörölni. De belenyúlni nem szabad, mert akkor bele tömködjük gyakorlatilag a fülzsírt a fülünkbe, és hogyha a természetes szűkületen túlnyomjuk, akkor egy dugó keletkezik, és azt már nem tudja a természetes mechanizmus kisodorni, akkor ki kell mosni, és persze kellemetlen, beleragad, fáj, felázik, nem hal, és akkor jönnek a kellemetlenségek. Még van egy kérdés, ami már régóta motoszkál bennem, a fülgyertya. Hogy hasznos-e, hogy ezt tesszük, és hogy valóban a fülzsír tevődik-e ki, vagy csak a saját viasza olvad bele? Jó kérdés, nyilván valamennyi kioldódik a fülzsírból is, én ezt nem vitatom, de nagyon sok olyan ember, vagy csak mi találkozunk nyilván gyakrabban azokkal az emberekkel, akik kárt tettek magunkban a fülgyertyával. Inkább azt mondom, hogy szakavatott kézben rendben van, de igazándiból nem értünk fel egyet. Nagymamám sokszor tette azt kisgyerekkoromban, hogyha fájt a fülünk, hogy egy bizonyos növény, amit ők templom rózsának hívtak, annak a nedvét csöpögtette bele. Aztán vagy jobban lett, vagy mentünk orvoshoz. Igen, ez a kövi rózsa kivonat, ez még sokaknál megvan, illetve szeretik használni. Sokkal hatásosabb, egyszerűbb fülcseppek léteznek. Egyrészt lehet vén nélkül kapni őket, másrészt meg el kell jönni megvizsgáltatni magát a betegnek, és mi majd célirányosan, ha kell antibiotikumos fülcseppet adunk, ha kell helyileg kezeljük, mert nem biztos, hogy az a gyulladás, az hallójárat gyulladás, és akkor a középfülgyulladásra hiába csepegteti a kövi rózsát, vagy bármi más, az nem fog használni. Egyébként a kövi rózsa fekete, a leve, és olyan gyönyörűen beszínezi a hallójáratot, hogy utána azt hiszük, hogy gomba van a fülében. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt a fajta házi praktikát nem biztos, hogy alkalmazni kell. Úgy, ahogy a hagyma levében is van természetes antibiotikum, de beledugni a hagymát, fokhagymát, mert már szedtem ki hallójáratból fokhagymát, hát nem feltétlenül kell, mert semmit nem ér. Mi van a meleg sóval? Mi a helyzet vele? A meleg só az jó. Hogyha középfülgyulladása van valakinek, akkor nyugodtan lehet melegíteni a fülét, teljesen mindegy, hogy mivel, lehet szólux lámpával, infrával, bármi, ami meleg, legkézenfekvőbb a só, mert ugye az egy anyagban nagyon jól formálható. Arra kell vigyázni, mert ilyenek is jöttek már, hogy hólyagosra égette a fülét a meleg sóval, tehát vigyázni kell, hogy milyen melegségűre, vagy milyen forróra melegítjük fel azt a sót, de gyakorlatilag teljesen mindegy, megymagpárna is van, vannak a gyerekeknek kifejezetten kifejlesztett fülmelegítő sapkák, amikbe ilyen kis betét helyezhető be, amit a mikróban meg lehet melegíteni. Annyira speciális dolgok vannak, de nyilvánvaló, valakinek só van otthon, az a legkézenfekvőbb és leggyorsabb, használja azt. Csak vigyázat, mert hogyha hallójára gyulladása van valakinek, akkor nem jó a melegítés. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!